amit hamarosan mindenki megtanul, az EPG, vagyis az elektronikus programújság, amely egyben a teletext, illetve a nyomtatott tévéújság halálát is jelenti. Már csak azért is, mert a jövőben ennek alapján az emberek nem inkább csatornát, hanem egyes műsorokat fognak csak összeválogatni. Sportot szoktam nézni, az bárhol, és olasz tévét, azt meg bármit. EPG. Ez nekem úgy föltűnt, hogy van egy ilyen gomb a készüléken, vagy a távirányítón, és akkor azt megnyomtam, és láttam, hogy mi ez, ez egy műsorúság. Azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy Electronic Program Guide. Amikor oda kapcsolok, hogy tudom, hogy most kell ülni a tenisz döntőnek, és akkor látom, hogy nem az van, akkor megnézem az EPG-t, és abból kiderül nekem, hogy az mikor fog kezdődni, vagy meddig fog tartani. Egyetlen gombnyomás a távirányítón, és már is elénk tárul egy olyan kezelőfelület, ami egy picit hasonlít az interneten megszokott kezelőfelületekhez. Talán kezdjük a legelején, hogyan is választunk csatornát az interaktív IPTV világában. Ebben segítségünkre van a műsorújság, az elektronikus programguide. Tulajdonképpen egy ugyanolyan műsorújság, mint amit megszoktunk a hagyományos nyomtatott sajtóban. Ez folyamatosan frissül, minden egyes csatorna, ami választható az adott televízió csomagban, itt látható. Minden egyes csatornának a részletes műsora, egy-egy műsor részletes tartalma, leírása, ajánlója megtalálható. Ez a műsorújság a kiinduló az internetes televíziós kalandozásainkhoz. Nagyon sok mindent innen tudunk kezdeményezni. Például rögtön be is tudjuk állítani, hogy ezt a műsort, McLeod lányait felvennénk. Egyetlen gombnyomás, epizód felvétele, vagy akárha a teljes sorozat iránt érdeklődünk, akkor kiválasztjuk a sorozat felvétel gombot, megnyomjuk a távirányítón az OK gombot, beállítjuk a felvételt, és innentől kezdve, amikor a csatornán McLeod lányai sugárzásra kerülnek, ezt a rendszerünk automatikusan rögzíti, mi bármikor megnézhetjük ezt a műsort, hazamegyünk, ott fog bennünket várni a készüléken, teljesen függetlenül attól, hogy valójában mikor sugározták a tévében. Most tehát az EPG, az elektronikus programújság, amely a digitális televíziózás egyik kulcsszava lesz a jövőben, hiszen a néző innen indul el és ide érkezik meg, közben azonban kijelöl, felvesz és felvételt indít otthon.